A tiszafüredi rendőrök arról értesültek, miszerint a közösségi médiában fénykép és videófelvétel terjed arról, hogy valaki szöges deszkát helyezett ki a tiszafüredi és tiszaörvény közötti vasúti átjáróba. A rendőrök felkeresték a posztolót, aki elmondta, hogy május 14-én éjjel 1 óra után észlelte a szögekkel és csavarokkal teli deszkát a vasúti átjáróba. Elhárította a közvetlen balesetveszélyt és a deszkát kivette a vasúti átjáróból. Az egyenruhások megnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, melyen látszott az elkövető és a járműve is. Adatgyűjtés során Tiszafüreden ellenőrizték a kocsit, melyet átkutatva abba több gram kábítószergyanús anyagot találtak. A 33 éves sofőrt előállították a rendőrkapitányságra, tőle vizeletmintát vettek, majd közlekedés biztonsága elleni büntet miatt gyanúsítottként kihallgatták. Tettét beismerte, de észszerű magyarázatot nem tudott adni, hogy miért rakta a szöges deszkát a vasúti átjáróba. A helyiek felháborodtak az eseten. Agyament, nem tud mit kezdeni magával. Ilyen egyszerű.